A Pécsi Egyházmegye szabad egyetemi programjában olyan témákat választ, melyek az embert alapvetően érintik. A tavalyi tanévben olyan fogalmak kerültek középpontba, melyekről nyilvánvaló, hogy az egyháznak van mondani valója. Ezek a hit, remény és igazság. A mostani témák esetében azonban nem látszik elsőre az egyházzal való kapcsolat, fogalmazott Udvardi György pécsi megyéspüspök szeptemberi előadásán. A gazdaságról nagyon sokat hallunk, leginkább hozzáértő szakemberek megfogalmazásában, nagyon sokszor politikai színezettel. Könnyen tűnhet úgy, hogy ehhez nincs közünk, nem mi csináljuk, mi elszenvedői vagyunk. Pedig nem így van, hiszen minden cselekvésben az ember cselekszik, és minden akár gazdasági döntésnek, folyamatnak erkölcsi következménye is van. Erkölcsi alapon hozzák meg a döntést valamilyen értékrend alapján, és ez nagyon sokak életét befolyásolja pozitív, negatív módon. Így tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a teremtett világ javaival való gazdálkodás, erről való gondolkodás, az tényleg minden ember javát szolgálja, mégpedig a végső célját. Ez pedig erkölcs nélkül nyilvánvalóan nem várható el. Barit Sarolta Laura közgazdász az Átalakulás kulcsa címmel tartott előadást. Az ENSZ egyik programja, Transforming Our World, amelyet meghirdetett világszinten különböző szervezeteknek, nagyon sokan dolgoznak rajta, és hát itt nagyon sok pont meg van fogalmazva, hogy hogyan lehetne átalakulni, fenntarthatóvá tenni a Földet, a környezeti problémákat legyőzni. Személy szerint nekem egy pont hiányzott belőle, ami nem annyira hangsúlyoz, és még ez az erkölcs és az etikai szempontok. És hogy ezért tartottam én még Tihanyban egy előadást, amit az EMI szervezett meg, és az átalakulás kulcsának pont ezt az erkölcsi etikai szempontot gondoltam bemutatni, és ma is úgy gondolom, doktori disszertációm is erről szól, és különböző kutatásaim, nem csak az enyém, hanem hozzám hasonlóan gondolkodó közgazdás csoportoknak, gondolkodói tudós csoportoknak a véleménye, hogy a világunk átalakulásának a kulcsa az az erkölcsi tényezőn múlik. Az emberi értékrenden, az emberi gondolkodásmódon, tehát ez is bebizonyítható, hogy van egy struktúránk, és annak az eleme az ember, akkor a struktúra átalakulása végső soron az emberen múlik, az emberi értékrenden múlik, ez pedig erkölcsi kérdés. Tehát ezért válik az erkölcsi tényező ennyire fontossá és ennyire kulcs kérdésé egy átalakulási kérdésben. A gazdaságnak óriási hatása van arra, hogy milyen értékek kerülnek előtérbe, és mik sikkadnak el, vallja Sajerman Tamás életpálya facilitátor. Két típusa van az etikának. Kerestem rá a jó kifejezéseket, lehet, hogy a profik már előálltak ennél sokkal jobbakkal. Az egyiket én magamnak ilyen plafonetikának neveztem el, a másikat meg mondjuk konstruktív etikának. Ahol az a különbség alapvetően, ami szerintem az Ószövetség és az Új Szövetség között, és pedig az egyik fajta etika az arra koncentrál, hogy hogyan lehet megfelelni a szabályoknak, hogyan lehet vagy megfelelni a szabályoknak, vagy hogyan lehet úgy élni, hogy az megérje. A másik etika az pedig sokkal inkább a központi értékekből indul ki, és ezek közül is leginkább a kapcsolatból. És mindent úgy épít fel, hogy a kapcsolatnak jó legyen, és hogy azoknak az értékeknek jó legyen, amik. És ez egy plafon nélküli etika szerintem. Tehát ott nagyon sok olyan építő eredeti megoldásra nyílik lehetőség, ami szerintem egy plafon etikánál nem. A Szabad Egyetemi Konferencia sorozat október 19-én folytatódik. Azon az alkalmon Udvardi György megyéspüspök, Tóth Anna vallástörténész és Görföl Tibor teológus vallás és kultúra témában tart előadást.